A budapesti Honvéd férfi vízilabda csapata is megkezdte a bajnoki menetelést a 2021-es naptári évben. Szívós Márton vezető edzőcsapata Miskolcon vendégszerepelt az OB1-es bajnokság 16. fordulójában. Annak a Miskolcnak a vendégeként, akik a szezon első bajnokián egy gólos meglepetés győzelmet arattak a Kőér utcában. Így volt miért visszavágniuk a Hosnyánszki Norbertet sérülés miatt nélkülözni kényszerülő oroszlánosoknak. A találkozó első góljára 4 percet kellett várni, amikor is Ekler Bendegúz egy szép egyéni akció révén juttatta előnyhöz a vendégeket. Bár támadásaink akadoztak, védekezésünk rendben volt. 13 percig gólt sem kaptunk, ekkor viszont alig másfél perc alatt háromszor is be tudta venni a Miskolc Dekker Attila kapuját. Így egy perccel a fél idő előtt 2 góllal elhúztak a borsodiak. Szerencsére még a szünet előtt szépíteni tudtunk Manherz Ádám bal alsóba tartó lövésének köszönhetően, ám Szívós Márton vezetőedző egyáltalán nem volt elégedett csapat a teljesítményével. Ennek a félidőben hangot is adott, tüzet lehelve a kicsit enerváltan játszó játékosaiba. Ennek megfelelően gyorsan ki is egyenlítettünk dr. Illés Sándor enyhén potyaszagú góljának köszönhetően a harmadik negyed elején. Ismét fej-fej mellett volt a két csapat. A hazaiak Biros Barnabás második góljának köszönhetően ugyan újra előnyhöz jutottak, 4-3-ra módosítva az állást, de ezután a Honvéd percei következtek. Először Manherz Ádám értékesített egy emberelőnyös helyzetet az egyenlítésért, ezzel megszerezve második gólját. Majd Ekler Bendegúz kopírozta le társatalálatát. Szinte ugyanolyan mezőny pozícióból sikerült ismét vezetéshez juttatni a vendégcsapatot. A negyed végén egy védelmi figyelmetlenségnek köszönhetően ismét egalizálni tudott a Miskolc Vismeg Zsombor révén, majd kevesebb mint 3 perccel a vége előtt egy lefordulás követően a vezetést is megszerezték Berki Richárd találatával. Ebben az idényben ugyan több mérkőzésen is elpártolt mellőlünk a szerencse a végjátékban, de csapatunk hősiesen küzdött a pontokért, így Simoroland gyönyörű találatával, postafordultával legalizálni tudtunk. Mi több, 46 másodperccel a vége előtt egy újabb látványos akciót követően centerünk Fejős Róbert a győzelmet érő gólt is megszerezte nekünk, így egy igazi kiki meccset nyerve 3 ponttal sikerült távoznunk a Borsodi megye székhelyről. Szívós Márton a mutatott játékkal kevésbé, a küzdeni tudással viszont maximálisan elégedett lehetett a találkozó után. Ez egy olyan mérkőzés volt szerintem, mint egy idény első mérkőzése. Ez körülbelül ilyenek szoktak lenni. Pihenő után mindenki csapat még próbálta megkeresni, hogy mi a játéka. Én nem mondom azt, hogy nekünk ez jobban sikerült. Ez egy kiki mérkőzés volt, fej-fej mellett haladt, és talán annak tudható be ez a győzelem, hogy sok sebből véreztünk a mérkőzés előtt, és a játékosok megmutatták, hogy milyen az, amikor egymásért küzdenek. Ezért külön büszke vagyok rájuk, és gratulálok nekik. A jövő héten Debrecenben ugrunk Medencébe, és természetesen onnan is el szeretnénk hódítani a győzelemért járó 3 pontot. Csatorondok!